Köszöntöm a Duet nézőit, és szeretettel üdvözlöm Ercsényi Balázs irányító tervezőt, a főm ZRT munkatársát. Köszönöm, hogy eljött hozzánk. Én köszönöm, hogy meghívást. Mérnök úr, a Baros Gábor Társaságban, Egyesületben néhány nappal korábban volt egy előadás az Önök Székházában, nem messze tőlünk a stúdiótól, ahol Ön Hát elsősorban közlekedési kérdésekről számolt be, de én mielőtt ezekről szeretném önt kérdezni, hadd térjek vissza a bemutatásra. Önt úgy mutatták be, mint, mint nagy budapesti projektek irányító tervezőjét. Én most két dologra emlékszem, a Kossuth térre, illetve a Szélkálmán térre. Kezdjük a Kossuth térrel elégedett, azt hiszem, mondhatom, Budapest lakossága az önök munkájával, mert nagyon szépen sikerült a térnek a kivitelezése. Öröm, öröm, ránézni nem csak a parlamentre, hanem magára a térre is, és hogy kiszorultak onnét az autók, hát ennek már legfőbb ideje volt. Most azonban, mintha egy kicsit ott fel lenne túrva a föld. Milyennek az oka? Igen, nagyon szépen köszönöm a, a, kedves szavait. Mi is úgy érezzük, hogy ez egy nagyon jól sikerült térátépítés. Nem csak a Földtervnek volt benne a munkája, hanem a tájépítésznek, Mohácsi Sándornak, illetve az építész tervezőnek, Tíma Zoltánnak a közti részéről. Összességében mi is elégedettek vagyunk. A tér nem áll meg azzal, hogy elkészült 2014-re a, a tér burkolata, hanem folytatódik a környező épületek felújításával. A, az egyik ilyen projekt lesz, hogy a Néprajzi Múzeum az, uh, már meg is kezdte a kiköltözését a volt igazságügyi palotából, és abból Kúria lesz ismét. Terve van véve a Földművelésügyi Minisztériumnak egy ilyen minisztériumi központávaló való átalakítása, és folyik az átépítése a volt Metesz székháznak, amelyet uh, tulajdonképpen uh, lebontottak, és a helyére. Bocsánat, ahol a metróhoz Ahol a, kellett a metróhoz kell és mm -hmm. a helyére egy olyan épület több rész készül, ami illeszkedik az eredeti tervek alapján a szomszédos épületekhez. Tehát azt gondolom, hogy az, a át a egyépítésével, a környező épületek megújításával ez a folyamat ez így fog beteljesedni, és így fog körülbelül 2019 végére le lezáródni. Ide ugorva a szomszédunkba, a Szélkálmán térre, itt nem lesz átalakítás, itt nem kell hozzányúlni a térhez, így marad, ahogy önök elképzelték, megálmodták, megépítették. Hát nem egészen, az, élet bonyolultabb annál, mint, mint sem, hogy előre a mindent be lehessen kalkulálni. A tér átépítésekor volt egy, egy, egy javaslatunk a Csaba utca irány kedvező átvezetésére, ugyanis a Csaba utcától majd egy kis dombra föl kell menni a Várfok utca szintjére, és onnan lépcsővel, mozgó lépcsővel lehet lejutni a Szélkámán Ezt a felesleges fölle mozgást ezt ki lehetne kerülni azzal, hogyha a Várfok utca alatt átfújjuk a, töltést, és lényegében egy szintbeli gyalogos kapcsolatot teremtünk a Kristina körút és a Szélkálmán tér között, és tulajdonképpen így a Várfok utca egy híd szerkezetre kerül legalábbis azon a szakaszon. Ezt az átjáró, ennek az átjárónak az építését a tér kivitelezése előtt a tervezés során ezt pénzügyi okokból elvetették, most viszont új fejleményt hozott az, hogy a postapalota az megújul, átépül, és a postapalota beruházója szeretné az alaksori részt jobban kihasználni, uh -huh. szeretné megnyitni ezt a szélesebb közönség számára. És értesülve erről az ötletről, neki ez nagyon megtetszett, hogy itt egy, egy gyalogos átjárót lehetne csinálni, ami az ő kevésbé kihasznált pince részét is jobban felértékelni. Hogy valószínűleg a postapalota beruházója fogja megcsinálni. Ezt a gyalogos átkötést, és így tulajdonképpen mindenki nyer, mert a, aki a térre igyekszik, azok, azok gyorsabban, kényelmesebben élhetik el a Várfok utca keresztezése nélkül a, a teret. Aki pedig a postapalotába érkezik, az pedig egy új bejáratot nyer erről az átjáróról. Ez kiváltaná akkor a két mozgó lépcsőt, ami most? A két mozgó lépcső szerencsére olyan pozícióba került elhelyezésre, hogy tudja ezt az időlogos alul, aluljárót. Tehát a mozgó lépcsőhöz nem kell hozzányúlni, lényegében a mozgó lépcső mellett lenne az a nyílás, uh -huh, uh -huh. amelyen át lehet közlekedni. Uh -huh. A mozgó lépcsőről csak egy nagyon rövid kis mondatot kérek Öntől, hogy az időjárás viszontagságai mennyiben kezdik ki? A működését. Nem voltak különösebb bajok az új épcsővel, Ezt igazából az üzemetet kéne megkérdezni, uh -huh. hogy mik a tapasztalatai. Uh -huh. Természetesen olyan mozgó terveztünk be, amely uh, uh, Időjárás álló, tehát vannak uh -huh. beltéri mozgó lépcsők, meg kültéri Igen. mozgó lépcsők, ezeknek más a szerkezete, uh -huh. nyilván az ára is más. Ide egy olyan mozgó került, aminek tudnia kell, bírnia kell a, a havat, és az uh -huh. esőt, uh -huh. nem szabadna meghibásodnia. Én bízom benne, hogy, hogy jó gyártmányt és jó sikerült installálni uh -huh. a lépcsőt, és nem, nem hiszem, hogy sok gond lett volna. Amikor én erre jártam, akkor mindig működött mindkét irány, uh -huh. úgyhogy én bízom benne, hogy ez egy jó, jó választás volt. Ezt és... meg tudom erősíteni, mint arra gyakran járó, hogy télen sem láttam, hogy nem hát baj is van, az átadás után egy-két évvel igen. rendszeresen meghibásodna, de, de remélem, hogy az hosszú távon is ki fog tartani. Ez a gyalogos közlekedőket érinti és könnyíti az életüket, de hát most térjünk rá arra, ami tulajdonképpen jövetelének a célja, hogy a közlekedésről beszéljünk. Nem csak Budapestről lesz szó, hanem én remélem, hogy országos kérdéseket is tudunk majd érinteni engedelmével én bevezető csak annyit mondanék, hogy az előadásában, ami nagy tetszést aratott zárójelben megjegyzem, kiderült, hogy ön nem nagy barátja, és kérem javítson ki, ha nem ért velem egyet, a kötött pályás közlekedésnek. Most a vasútra gondolok, a metrót azt nem merem most említeni, mert az akkor elvinné az egész műsoridőt, de ön az elektromos buszok, majdan az önjáró buszok, a mai vezetővel ellátott buszok közlekedését, mintha érdemesebbnek tartaná. Az, hogy nem vagyok barátja kötött pályának, ez így nem igaz. én, én pont fordítva szoktam mondani, hogy az, aki csak kötött pályában tud gondolkodni, az igazából a, hogy is mondjam, egyfajta közlekedési rasszizmust valósít meg, hiszen mm -hmm. a közlekedőket nem az érdekli, és ez, ez lett talán a legfontosabb gondolatom, nem az érdekli, hogy gumikeréken vagy, vagy vaskeréken közlekedjen, hanem az érdekli, hogy gyorsan, kényelmesen, olcsón tudjon eljutni A-ból B pontba. És azt gondolom, hogy hogy ennek a vasút és a kötött pálya volt olyan időszak, amikor biztos, hogy a legjobb választás volt, és uh -huh, biztos, uh -huh. hogy ez volt a hatékony megoldás. Én azt feszegetem az előadásomban, és tervezőként is azt próbálom érvényesíteni, hogy az, hogy 30-40-50 évvel ezelőtt ez volt a jó válasz a közlekedési problémákra, az nem jelenti azt, hogy ma is ez a jó válasz a közlekedési problémákra. Amikor én bátorkodtam ezt a kijelentést tenni, akkor a, a mai helyzetre gondoltam, hogy ma viszonyul úgy ön a Kötöttpályás közlekedéshez, mint amit én kihallottam az előadásából. Engedelmével majd a MÁV-nál erre egy Igen. kérdés erejéig még visszatérnék. Most maradjunk abban, hogy előadása. Szinte első mondata az volt, hogy felmutatott egy kivetített kínai példát, ha jól emlékszem, egy 20 milliós várost mutatott, ahol vásároltak 16 ezer darab elektromos buszt megoldja ez az ottani közlekedés, illetve nagyot lendít a mai állapotokon, mind közlekedésileg, mind környezetvédelmileg. Én azt gondolom, hogy az sokan érzik, hogy az elektromos, elektromobilitás forradalma az közeleg, hogy az elektromos buszok forradalma az, az közelek, de, de még van egy olyan tévképzet a fejekben, hogy hát ez közel van, de még azért várjunk 2-3-5-10 évet, és akkor majd erre, ezen el lehet gondolkozni. Ez a kínai város, Szentsen egyébként, arra jó példa, hogy, hogy ez az elektromos buszforradalom ez nem közeleg, közel van, nem, nem, nem sokára itt lesz, hanem már itt van. Tehát, hogy van egy olyan város, ahol ez, ez hatalmas mennyiségben, hatalmas téltelben, napi szinten működik, és igazából egy ilyen megapolisznak a gumikerekes közlekedését kizárólag elektromos buszra is lehet alapozni, ez már működik, ez, ez, ki lehet próbálni. Érdemes lenne egyébként magyar szakembereknek is akár felvenni a kapcsolatot ezen a kínai üzemetető céggel, hogy mik a tapasztalatok erről, de azt látjuk, hogy, hogy hatalmas tételben tud ez működni, és ebben az esetben, hogyha ezt adaptálnánk Magyarországról, vagy bármelyik európai városra, akkor azt gondolnám, hogy radikálisan másképpen kellene gondolkozni a közeljövő fejlesztéseiről, akár a kötött pályás fejlesztésekről. Személyautók tekintetében, és most már természetesen nem mellőzve európai példákat ha arra is gondolna ön, de Magyarország tekintetében, ha 2016-os adatokat nézünk, akkor ha jól emlékszem, 300 valamennyi, 300-400 közötti számban voltak elektromos autók. Nem a, a, buszokra gondolok természetesen, hanem a személykocsikra. Ma ez a szám 5000. Ha ilyen mértékben fejlődünk, és ilyen ütemben fejlődik az elektromos autóknak a száma, illetve közlekedése, akkor nagyon hamar eljutunk egy meglepően jó számhoz. Hát igen, nagyon... Érdemes mondjuk Norvégia példáját tekinteni, ahol, ahol ma az új autó a 30-40%-a már kizárólag elektromos jármű. Nyilván ők más. anyagi más, helyzetben vannak. anyagi helyzetben vannak, uh -huh. de de azt is lehet látni, hogy igen, a, az elektromos autók, az elektromos személygépkocsik robbanásszerű terjedése is a közeljövő, közeljövőben várható. De amit talán most aktuálisabb, ez a tömegközlekedési eszközöknek a, a cseréje, illetve a tömegközlekedési vonalaknak a jövője. Ebben viszont már azt mondhatjuk, hogy ez, hogy ez már itt van ez, a, ez, a, ez az új technológia, és csak bevetésre vár, és ki kell próbálni. De most Magyarországra vonatkoztatva, Magyarországra vonatkoztatva Budapestre így, így van. vonatkoztatva, közlekednek már ezek az elektromos buszok, Igen, ugye a, bizonyos vonalak. Itt a közeli váribuszok, a, 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 vári buszok, a 16-os buszoknál, Uh, elektromos buszok vannak, de ezek még csak uh, úgynevezett midi típusú buszok. Uh -huh. Szóló autóbusz még Budapesten nem közlekedik, csuklós autóbusz sem, pedig most már arra is vannak uh, kipróbált megoldások, hogy tisztán elektromos meghajtással csuklós autóbusz is üzemeltethető. Egyébként ez az előbbi kínai példa, ez milyen autóbuszokra vonatkozott? Nagy buszokra, kis buszokra, vezetővel közlekedő? Ezek autóbus? még hagyományos vezetővel közlekedő autóbuszok. Ebben a városban mindenféle busztípus megtalálható. A legtöbb az természetesen a hagyományos 12 méter hosszú szóló autóbusz, de ott Szentcsen városában nagyon gyakori az emeletes autóbusz, azok is tisztán elektromos meghajtással működnek, hogy az elméletes autóbusznak az az előnye, hogy hogy a felső szinten rengeteg ülőhely alakítható ki, tehát hogyha például egy ilyen elővárosi vonalról van szó, akkor, akkor szinte minden utasnak lehet saját ülőhelyet biztosítani, és ameddig utazik be a városközpontba, addig wifi szolgáltatáson keresztül akár tud dolgozni, vagy a leveleit átnézni, miközben kényelmesen uh -huh. közlekedik, utazik. Mennyi időnek kell eltelni ahhoz, hogy ezek a buszok, ezt is előadásából tudom, önjáróvá váljanak, tehát, hogy nem kell odaülni a volánhoz a vezetőnek. Ez egy másik izgalmas fejlesztés, technológiai fejlődés irány az önvezető járművek iránya. Van ugye, uh, uh, rengeteg energiaforrást fektetnek be arra, hogy a személyi kocsiknál is kiváltsák a, a sofőrt, de vannak kísérletek arra is, hogy a tömegközlekedési járatokon kiváltsák. Kínában van a több olyan város, ahol már önvezető üzemmódban, tesztüzemmódban működnek buszvonalak. Itt még ül sofőr a kormánykerék mögött, és van kormánykerék a, a buszon, hogyha bármi probléma van, akkor be tudjon avatkozni uh -huh. a jármű vezetésébe ha megfelelő számú millió kilométert lefutják ezek az autóbuszok, akkor hasonlóan a négyes petróhoz el lehet távolítani a vezetőfülkét, és lényegében ezek teljesen automata üzemmódban közlekedhetnek. Európában is van több példa, Svájcban van egy ilyen minibusz szolgáltatás, ahol önvezető módon közlekedik a, egy ilyen várbusz méretű és azt hiszem Hollandiában a repülőtér és a belváros között közlekedik egy normál méretű autóbusz, szintén teljesen önvezető üzemmódban, ott is még rajta ül a, 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 sofőr, ha, ha bármi probléma lenne, de ezek nagyon izgalmas kísérletek. Azt gondolom, hogy Budapestnek is ki kéne választani egy vagy két olyan vonalat, ahol, ahol ezeket a technológiákat teszteli. Ö, magamfajta egyszerű ember azt talán még tamáskodhat, hogy nem veszélyes az, hogy mert megértem, hogy a metrónál nem feltétlenül kell odaültetni a vezetőt, hát az kötött pályán megy, irányíthatják kompjúter nem futkároznak előtte bicikliző, meg rollerező gyerekek a önjáró busz előtt, illetve a, a metró előtt, de, de mennyire baleset veszélyes az bizonyára ön ismer különböző statisztikákat erre nézve a már említett országokból. Igen, nyilván ez nagyon furcsa, és, a, és még az én generációnak is furcsa lesz az, hogy ha fölszalunk egy járműre, és nem lesz rajta a sofőr, Igen. akkor, akkor vajon ez hogy fog működni. De azt gondolom, hogy ezt meg fogjuk szokni, mint ahogy a mobiltelefont is megszoktuk nagyon gyorsan, mert, mert kényelmes, de ezelőtt 20-30 évvel nem tudtuk volna elképzelni, hogy a zsebünkben lesz egy, egy ilyen eszköz. A, önvezető járművekkel kapcsolatban vannak pár uh, értékelhető statisztikai adatok. Az Egyesült Államokban több millió kilométert, vagy több millió mérföldet futottak már ezek a járművek, és a baleseti statisztikáik jobbak, mint az ember által vezetett járműveké. Ez nem is meglepő, hiszen ha megnézzük a baleseti statisztikákat, akkor a baleseteknek az elsőprő többség az emberi hibára, emberi figyelmetlenségre vezethető vissza. A gép az nem ilyen szempontból nem hibázik, nem fárad, nem, nem kalandozik el a figyelme. Nyilván a programokat lehet tökéletesíteni, hiszen azok a balesetek, amelyek a világ sajtót bejárják, és önvezető járművek által elkövetett balesetek, azok valami fajta programozási hibára vezethetők vissza, vagy az érzékelők nem voltak megfelelően beállítva, de minden egyes tapasztalatból egyre jobb és jobb megoldások jönnek ki, és már azt lehet mondani, hogy már ma is ezek az önvezető programok meg technológiák jobbak, nagyságrendileg jobbak, az emberi vezetőnél, hát ha még tökéletesednek, akkor még inkább így lesz. Lényegében azt vizionálják a, a, az optimista szakemberek, hogy ezek, ha ezek el, nagy nagyüzemi gyártásba kerülnek és tényleg mm -hmm. elterjednek, akkor lényegében megszűnnek a közlekedési balesetek. Érdekes, amit mond is, hát megnyugtatóak ezek a szavak. De például most én nehezen tudom elképzelni, két elektromos busz közlekedik egymás mögött. A követési távolságot, hát, ha én autóvezető vagyok, akkor tudom, hogy mennyire mehetek közel egy előttem menő autóhoz. Önvezető busznál ezt hogy fogják tudni megoldani? Az önvezető járművek fognak tudni egymással kommunikálni. Még izgalmasabb talán nem is a, 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 az, hogy két busz. Uh -huh. Hogyan követi egymást, hanem például autópályák vagy városi utak esetében ma az az általános közlekedés tervezési szabály, hogy tulajdonképpen sebességtől függetlenül a járművek egymást két másodpercenként követik, vagy tudják követni. Ez tulajdonképpen az emberi reakcióidő. Azért két másodperc, mert ennyi kell ahhoz, hogy az emberi szem, meg, meg izomzat uh -huh. uh, reagáljon. reagáljon a, a vészhelyzetre. Abban az esetben, hogyha ezek a járművek egymással kommunikálnak, és a kommunikáció sebessége két jármű között az nem két másodperc, hanem két tized másodperc, vagy akár két század másodperc, akkor lényegében elő lehet állítani egy virtuális vonatot, ahol nincsenek összekapcsolva ugyan fizikailag a járművek, viszont pontosan egyszerre gyorsulnak, pontosan egyszerre lassulnak, és így a kapacitást, a mai autópályák kapacitását, vagy a mai városi utaknak a kapacitását sokszorosára lehet növelni. Ma is biztosan mindenkinek megvan az az élmény, amikor a jelzőlámpa zöldre vált, de előttünk levő 10 autó a szép, lassan egyesével kezd gyorsítani, és mire mi jutnánk a lámpához, mindig persze pont pirosra vált. Ha, ha ez egyszerre történne, és minden jármű egyszerre tudna kommunikálni a másikkal, na most háromra mindenki a gázpedálra lép, akkor, akkor mindenki, akkor mindenki képen. átjutna. Akkor mindenki átjutna. Tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy ezek az önvezető technológiák nem csak a baleset mutatókat fogják javítani, hanem egy-egy sávon áttereztető járművek mennyiségét is és drasztikusan meg tudják növelni. Mindenfajta egyéb infrastruktúra beavatkozás nélkül, útszélesítés nélkül, vagy, vagy átépítések nélkül. Engem meggyőzött, mérnök úr, remélem nézőinket is, de ha most azt kérdezem öntől, hogy ez mennyire utópia, amiről mi most itt beszéltünk, ha csak a főváros közlekedését nézzük, akkor milyen időtávot adna ön ezeknek a megvalósulásához? Hát, vagy a kezdetéhez, vagy hogy könnyítsem esetleg a válaszát? Nyilvánvalóan először ezek a ö, ö, önvezető járművek, ezek úgy fognak elterjedni, hogy még vegyesen azokkal a járművekkel, amelyeket húsvérember vezet, és egy egészen más minőségúruglás lesz az, amikor bizonyos városrészekben, vagy bizonyos utcakaszokon már csak önvezető járművek uh -huh. közlekedhetnek. Hogy ez mikor következik be, arra tényleg nem akarok ö, ö, tippelni, mert nem vagyok ö, 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 Ebben, ennek a témának ilyen szempontból a szakértője. Én azt gondolom, hogy valóban a piac kérdéséből a kicseng, hogy a, ha visszaszállunk a mai helyzetre, vagy mai napokban, akkor valóban először az elektromobilitás kérdésével kell ö, szembenéznünk, és először el, enne, erre kell jó válaszokat adnunk, aztán majd egy következő technológiai hullám lesz az, amikor az önvezető járművek elterjedésével és annak hatásaival is kell foglalkozni. Ma azt gondolom, sokkal fontosabb kérdés az, hogy mi legyen azokkal a kötött pályás vonalakkal, amelyek végre tekik elavultak, és amelyek hatalmas forrásigényen lehet csak megújítani. Rögtön erről szeretnék önnel beszélni utóbbi mondatáról, de még maradjunk az elektronikánál, maradjunk az elektromos járműveknél, hiszen Ugyancsak most megint a tamáskodókat tudom, meg a kétkedőket tudom idézni, akik azt mondják, amikor hallják majd az ön szavait, hogy igen ám, de ez meg kell termelni majd a, az elektromos áramot. Igen ám, de ez elő kell állítani azt a temérdek akkumulátort, aminek az előállítása, hát ugyancsak, vagy tárolása környezeti kérdéseket vet fel. Igen, ez nagyon, nagyon releváns és nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy az elektromobilitásnak a kérdése az szorosan összefügg az energetikai forradaloméval is. Tudjuk azt, hogy robbanásszerűen terjed a világon a megújuló energiaforrásoknak a kihasználása, akár napelemmel, akár szél, turbinákkal. Itt mindig az a probléma, hogy ezek az időjárásnak kitett energiatermelők, ezeket hogyan lehet összekapcsolni a fogyasztási hiszen az időben máskor jelentkezik. És a megoldás az az, hogy valami fajta akkumulátor kell, valami fajta tároló hely kell, ahol az energiát lehet tárolni, és akkor lehet belőle kivenni az energiát, amikor a fogyasztónak éppen szüksége van rá. Az elektromos autó és az elektromobilitás az erre is egy jó megoldás, hiszen tulajdonképpen ezek az autók felfoghatók úgy, mint guruló akkumulátorok. Lényegében a, az autó képes arra, hogy napközben, amikor parkol valahol, akkor betárazza azt az energiát, ami akár szélerőműből, Akár napelemből akár nap jön, és tulajdonképpen éjszaka- este, amikor, amikor mondjuk egy mosógépet szeretnénk a, a háztartásban bekapcsolni, vagy akár, vagy akár a televíziót szeretnénk bekapcsolni, akkor ezekről az autókról lehet a háztartási igényeket legalábbis egy részét kielégíteni. Tehát magyarul az elektromos autó, az elektromobilitás elterjedése az nem csak a közlekedést, közlekedést fogja forradalmasítani, hanem az egész energiatermelés, energiaelosztás, energiatárolás kérdését is. Ezek nagyon szorosan összefüggnek ezek a problémák, és kéz a kézben fog járni az elektromos autók elterjedése, és a megújuló energiaforrásoknak a, a, a szintén a rendszerbeállítás és elterjedése. Ez egy egészen más energia energetikai politikát igényel, és egészen más energia irányítási szisztémát feltételez. Most lehet, hogy a kedves nézők elvárják tőlem, hogy megkérdezzem öntől ö, erre a televízió mosógép, mosogatógép üzemeltetésére vonatkozóan, hogy akkor azt feltételezi, hogy ott álljon ugye az én elektromos autóm a házam előtt, a lakásom előtt, és abból az én autómból Vegyem az áramot ahhoz, hogy működjön a televízióm vagy a mosógépem. Ez az egyik megoldás, hogy Igen. mindenkinek van egy saját autója, uh -huh. ami tulajdonképpen elektromos, és nem csak autózásra használjuk az autót, hanem az autóról töltjük a, a lakást, illetve a háztetén elhelyezett e, napelemből pedig töltjük az autót, amikor meg olyan a, olyan a szituáció süt a nap. Mi a másik megoldás? másik megoldás, hogy nem is lesz saját autónk, vagy legalábbis azoknak, akik, akik ezt nem engedhetik meg maguknak, hanem tulajdonképpen egy bérletet vesznek arra, hogy ők bármilyen uh, elektromos autót használhassanak, egy ilyen közösségi elektromos autó használati bérletet vesznek, uh, hasonlóan, mint a kerékpárok, a, mint a mint a, kerék, a, a, a bubi kerékpár, és tudomképpen uh, valószínűleg a nagy uh, energetikai cégek, meg olajcégek is át fognak alakulni, hiszen... Ha ezek az elektromos autók elterjednek tömegesen, már nem lesz szükség olajra, ami egyébként kezd is kifogyni. Valószínűleg ezek a cégek átfognak állni arra, hogy vesznek mondjuk 10 000 elektromos autót, azokat olcsó elektromos árammal megtöltik minden nap, és mobilalkalmazás segítségével a használó pedig el tudja kötni bármelyik autót, bárhol bárho le tudja őket rakni a városban, és igazából tulajdonképpen a közösség használja ezeket az autókat. Nincs mindenkinek saját dedikált autója, vagy legalábbis, hogyha nem. Nem ragaszkodik hozzá, hanem ha nem tudunk ránéz a telefonján, és megnézi, hogy az utcában most hol áll éppen ilyen szabad autó, azt el, elviszi, elmegy vele ügyet intézni, vagy bármit, és esetleg egy másik járművel jön haza. Ebben az esetben nem egy saját autó tölti a lakást, hanem ezek a, az autók a hálózat különböző pontjaira tudnak rácsatlakozni. Nyilván olcsó árammal kell tölteni, és amikor pedig nagy energia igény van, ez jellemzően a, a reggeli, ébredés utáni órák, illetve az esti órák, amikor mindenki használja a lámpát, meg az összes elektromos berendezését, akkor ezek az autók rá tudnak segíteni az elektromos hálózatra. Hát, biztos így van. Vagy biztos így lesz, jobban mondva. Mérnök úr, ha már töltünk, autókat töltünk elektromos árammal, akkor egy ma már talán élő gyakorlati kérdés, hogy ehhez a Magyarországon futó 5000 autóhoz ma, ugye én jól tudom, hogy ingyenesen lehet felvenni a töltőállomásokon az áramot. Meddig tartható ez? Nyilvánvalóan ez nem lesz a végtelenség így, tehát az elektromos áramot meg kell termelni, ennek költsége van, egészen biztos, hogy előbb-utóbb ezek fizetősek lesznek, ezek a, uh -huh. ez az elektromos, elektromos töltőrendszer, de azt gondolom, hogy ez így van. Mint ennyi. ahogy gondolom, a parkolás is. Egy idő után már nem lesz ingyenes ezeknek az autóknak. Hát ma az a rendszer, és ez tulajdonképpen egy jó rendszer, hogy a, a közösségi, közösségi autókat, aminek a többsége egyébként ma is már elektromos, hiszen, a, hiszen úgy állították ezek a cégek a rendszerbe uh -huh. ezeket az autókat, ezeket általányban fizeti a cég a fővárosnak, és a felhasználónak már igazából nincsen parkolási díj uh -huh. kötelezettsége hanem az autó használati árában benne van az, hogy ezt szervizelik, feltöltik e, e, dízellel vagy elektromos árammal, illetve a parkolását is rendezik a főváros felé. Tehát tulajdonképpen a, a, közösségi autó használó az egy, egy, szolgáltatást vesz ezzel, és minden egyéb költséget azt a, a szolgáltató cég rendez. Most beszélgetésünk végén vissza szeretnék térni ahhoz a bizonyos kötött pályához, amiről ön azt mondta, hogy hát bizony vannak olyan megoldások, amelyek nagyon költségigényesek, és meglehetősen kis hatékonysággal bírnak. Például ugye néhány olyan vasúti beruházással is gondolhatunk, amelyek azóta már megvalósultak. Igen, összegyűjtöttem a elmúlt éveknek a vasúti beruházásait, és igazából azt lehet látni, hogy 50-60-70 kilométeres vasútvonalakat, fővonalakat újítunk föl 100-150 milliárd forintokért, miközben ezeken a vonalakon napi két-három ezer ember utazik mindössze. Ha ezt kiszámoljuk, hogy ez nemzetgazdaságilag eh, hogyan éri meg a, az adófizetőknek, akkor az, az jön ki a minden eredményből, hogy sehogy lesúlytalan rosszak ezek a beruházásoknak a megtérülési mutatója. A közlekedési beruházásoknál mindig az van, hogy egy csomó pénzt beteszünk a rendszerbe, és igazából a megtakarított idő az, ami a nyereség és ezt a megtakarított időt szorozzuk meg valami fajta óraértékkel, amire különböző uniós módszertanok vannak, hogy hány forintot ér egy magyar átlagembernek az, az, ideje. Hát ez így van például, ha már vasút, Budapest, Székesfehérvár között. Így van. Hogy lerövidült? Az, az jött ki egyébként ebből a vizsgálatból, hogy pont a Budapest Székesfehérvár vasútvonal felújítása volt az egyetlen talán az elmúlt időszakban, ami, ami a nullszadóhoz közeli költséghaszon oldalról, hiszen ez egy olyan vonal, ami viszonylag rövid volt, hatalmas időnyerességet lehetett realizálni, tehát 20 perccel rövidült a menetidő, mm -hmm. és nagyon sokan napi 12 ezeren használják ezt a vonalat. Ebben az esetben már nagyon közel van a, a, a jövőbeli megtakarított utazási időérték a beruházási költséghez. Tehát azt lehet mondani, hogy ez nemzetgazdaságilag lényegében indokolható beruházás volt. Viszont rengeteg olyan másik vonalat lehetne mondani, szajol püspökladány, ahol, 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 ezeknek az értéknek a töredékét sem lehet kimutatni, viszont a költségek lényegében ugyanakkorák. Ezekre, ezekre az jellemző, hogy 100 milliárd forint beruházással a következő 30-40 évben 5-6 milliárd forintnyi utazási időérték jön vissza. Fel lehet tenni a kérdést, hogy, hogy ez, ez, a, ez -e a prioritás ma Magyarországon, vagyunk-e annyira gazdagok, hogy ilyen beruházásokat csinálunk? ha jól emlékszem arra a táblázatra, amit volt szíves bemutatni az előbb idézett előadásában, akkor ha már szajol püspökladányt mondja, akkor ott három perccel rövidült a menetidő. Igen, tehát hogy azt lehet látni, hogy 100 milliárd forint elköltése ellenére is lényegében nem lehet, vagy alig lehetett idő megtakarítást kimutatni, és emiatt lényegében nincsenek hasznok. A, a Szerpenyői oldalában ott van a sok 100 milliárd forintos beruházási tétel, a másik oldalban pedig igazából elhanyagolható időnyeresség van. Így tulajdonképpen nemzetgazdasági szinten ez a projekt egy súlyosan veszteség. De a püspökladányiak mondhatják, hogy mi most nagyon jól tudunk utazni. Szajolba például, és viszont? A püspökladányok ezt mondhatják, de nem a püspökladányok finanszírozták ezt az egészet, hanem az egész ország. Valószínűleg a püspökladányoknak a saját problémáját meg lehetne oldani egyszerűbben is. Például, hogyha nézzük egy másik esetet, mondjuk a Budapest-Pécs vasútvonalat, ami, ami évek, éve, évről évre romlik le, és egyre hosszabbak a menetidők. Ezt a vasútvonalat, ami több mint 200 km hosszú, nagyjából 2-300 milliárd forintért lehetne felújítani, miközben ott van az M6-os autópálya, amit a kutya se használ. Ha ezeken mondjuk olyan légkondicionált, egyes korszerű autóbuszok mehetnének, amelyek minisztériumi felmentéssel 110 km 110 km per órával használhatnák az autópályát, akkor már lényegében holnaptól lehetne Pécsre sokkal sűrűbb, sokkal kényelmesebb és 30-40 perccel rövidebb uh, utazási időt biztosítani. Meg kéne kérdezni a pécsieket, hogy ragaszkodnak-e a vaskarékhez, és az adófizetőket, hogy ezt finanszírozzák ezt a 2-300 milliárd forintot, vagy pedig használjuk ki azt az infrastruktúrát, amit már egyébként is ott van, és mondom, 30-40 perccel rövidebb menetidőt lehetne garantálni, akár pár hónapon belül. Ezt a kérdést akár a pécsieknek feltehetjük, de ezt már egy másik műsor keretében. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljött hozzánk. Köszönöm szépen a lehetőséget. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket. Tartsanak máskor is a duettel.